települést a 13. századból ránk maradt források említik először, majd az 1773-ban íródott Magyarország helységeinek hivatalos összeállítása már Cseszneg néven említi. Pesti Frigyes 1864. évi kéziratos helynévgyűjteménye a községet Cseszneknek, a mellette lévő Váromot Cseszneknek nevezi. A település lakói a 16. században átértek a protestáns hitre, de a 18. századi betelepülők jó részt katolikusok voltak. A barokk stílusban épült katolikus templomot többször átalakították, jelenleg is felújítás alatt áll, ám a munkálatok nem zavarják a 102 éve itt álló monumentális fákat, melyek őrzik a templom felé vezető utat. Található a 2000-ben restaurált a Mária születésének bemutatása című festmény, melyet a körmeneti kereszttel együtt a vár kápolnájából hoztak át. Azóta mindkét alkotás itt, a templomban került a végső helyére. A vár kápolnájának 15. századi harangja nap mint nap üti át a delet az itt élő hideknek.